Elájultak, rosszul lettek emberek a tikkasztó hőség miatt. Ezzel a jelenséggel sajnos egyre gyakrabban találkozhatunk a nyári hónapok alatt. A kánikula és a folyton változó időjárás ugyanis megviseli az ember szervezetét kortól és nemtől függetlenül. Ezekben a nagyon meleg időszakokban, amikor ilyen nagyon meleg van, a legtöbb a megfázásos betegség, sajnos ugye a klíma miatt nagyon sokan megfáznak. Nem megfelelően van használva, vagy nem kicsit túl, úgy is mondhatom, hogy túl van használva, tehát amikor kint 35-37 fokok vannak, akkor nem szabad a benti klímát 23-24 fokra állítani. Javaslat általában az, hogy 5 fokkal hidegebbet tartsunk a házban klímával, vagy bármilyen üzlethelyiségben, mint ami a kinti hőmérséklet, mert ennél nagyobb hőmérsékletváltozás nagyon megviseli a szervezetet. Ugye izzadtan, melegen bemennek valahova, ahol a hideg fúj, onnantól kezdve jönnek a megfázásos betegségek, a klímát takarítani, tisztítani kell autóban is, a háznál is, illetve mindenhol. Nagyon sok volt a megfázásos beteg, torokfájással, fülfájással, nyakfájdalmakkal, ilyen ízületi problémák, ami azért döntő többségben klímának volt betudható. A tikkasztó hőség nem kímél senkit, még azt sem, aki alapvetően is igyekszik egészséges életmódot élni. Ebben az időszakban ugyanis nem csak a körültekintő étel-italfogyasztásra, hanem arra is oda kell figyelni, mikor és milyen formában edzünk. Ebben a napi szinten, amikor magas a hőmérséklet, és ugye ha valaki edz, akkor eleve sok folyadékot veszít, a magával az edzéssel azt pótolni kell. Ugye ilyenkor, amikor meleg van, akkor az izzadás és nagyon-nagyon sok folyadékot veszít a szervezet, azt is pótolni kell, tehát ilyenkor akkor duplán kell pótolni. Nem mondom, hogy ezeken a napokon tilos edzeni, nem, egyáltalán nem tilos, be kell tartani azt, hogy nem a tűző napon megyek sportolni. Ha olyan helyre megyek, akkor sapka, folyadék mindig legyen nálam, napvédőkrém, tehát védeni kell a bőrünket is az erős napsugárzástól. Aki szívbeteg, ő pedig úgy is, tehát azért, aki tehát döntő többségben azért tudják az emberek a korlátaikat, hogyha olyan betegségem van, akkor nem megyek ilyenkor, nem végzek olyan fizikai munkát. Ez mindig sokkal jobban megviseli ez az időjárás a szervezetet, mint a hideg. A legfontosabb minden esetben, hogy megfelelő folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe, lehetőség szerint pedig kerüljük a legmelegebb órákban a szabadban való tartózkodást.